Komolyan ez az oltási tervük? Aki kapja, marja, így jellemezte a múlt pénteki Pfizer oltásért indított rohamot és a kormány oltási kampányát a Párbeszéd politikusa. Szerinte a kialakult káoszban a miniszterelnök megalázta az embereket, emiatt bocsánatkéréssel tartozik. Miért is nem lehet beadni a szombaton, vagy vasárnap, vagy később? Miért kellett ez pénteken? Mi persze sejtjük a választ, Mészáros Lőrinc szállodáinak már ezen a hétvégén ki kellett nyitnia. Kell a profit. Szüntelen tagadással és politikai golyózáporral nem lehet legyőzni a járványt, de országot építeni sem lehet. Sajnálom, hogy ezt az utat választották. A DK szerint a kormány hibája, hogy az uniós források ellenére 4 magyar régió továbbra is a legszegényebb európai régiók között szerepel. Az LMP szerint a kormány a teljes magyar felsőoktatást kiszervezte és politikai gyámság alá helyezte. Az MSZP-s Kórózs Lajos szerint a nyáron esedékes 0,6%-os nyugdíjkiigazítást már januárban oda kellett volna adni a nyugdíjasoknak. Az államtitkár szerint Kórózs Lajos szóban mindig mindent megígért, de tetteiben folyton megnehezítette a családok helyzetét. Szóval tényleg sok-sok témánk lesz Kunhalmi Ágnessel, akinek jó reggelt kívánok. Jó reggelt. De kezdjük a legaktuálisabbal, az érettségivel. Ugye ma a matematika jön, Kunhalmi Ágnes annó örült a matek érettségének, vagy inkább a magyar vagy a töri volt? Én nem azok közé tartoztam, aki a matek érettségit szívesen megírta, de azért túl lettünk rajta. Kellő kedvezményeket kaptak most az érettségizők Magyarországon? Mert ugye szóbeli az nincs, írásbeli az van. Orbán Viktor tegnap elismerte egy videóban, hogy ez így most sokkal nehezebb lesz. De ugye a pedagógus szakszervezetek azt mondják, hogy elég nehéz helyzetbe kerül az, aki most betegség vagy karantén miatt nem tud most. Válasszuk ketté a dolgot. Ugye először szó van arról, hogy az MSZP tavaly is azt kérte és javasolta a kormánynak, és idén is, hogy ne legyen hagyományos érettségi. Mi kértük azt, és utána a szakszervezetek is, a diákszervezetek is, hogy nem hagyományos év van, nem lehet hagyományos érettségit tartani, kértük, hogy csak írásbeli legyen, és nagyon szigorú egészségügyi szabályok betartásával. Ezt a kormány megfogadta, a józan paraszti ész is ezt diktálta. Azt, hogy tegnap a magyar tételek viszonylag elfogadhatóak voltak, nem voltak nagyon nehezek, én azt annak tudom be, hogy tényleg egy nagyon kemény éven vannak túl a diákok, nagyon keményen kellett készülni, sokkal nehezebb helyzetben voltak, mint bármikor, úgyhogy én ennek tudom be. Én bízom abban, hogy a matek is kicsit kedvezőbb lesz, és nem lesz annyira kemény, mint mondjuk bármikor korábban. Én ebben bízom, és nagyon drukkolok minden érettségizőnek innen a stúdióból is. A másik, amit felvetettek a szakszervezetek, és egyébként hozzánk is eljutottak a diákszervezeteknek és diákoknak a kérés, hogy van, aki karanténban volt ez idő alatt, valaki betegség miatt nem tudott elmenni, ő nekik ne vesszen el az évük, hanem júniusban, amikor a szóbeli érettségik lettek volna, akkor kellene nekik egy pótírásbeli érettségit meghirdetni, mert korábban is pont azzal indokoltuk mi MSZP-sek, hogy ne maradjon el az érettségi, mert voltak olyanok, akik ezt szerették volna. Nem lehet egy gyereknek, még egy vírus helyzetben sem, vagy egy fiatalnak megtörni a karrier útját. Ha ő szeretne felvételezni a kedvenc egyetemére, ne adj Isten külföldre, ott azért kemény szabályok vannak, ne maradjon ki egy év. Van, akinek jót tesz, ha kimarad egy év, de ha azt akarja valaki, hogy tovább menjen automatikusan, és vizsgázzon, és érettségizzen, ezért jó, hogy az írásbeli megtörtént, és most ezért lenne jó, hogy júniusban. Na ezt viszont nem fogadta meg a kormány, hát mert most, most arra minden, beszélünk, akkor hogy kérjük együtt, a diákok nevében, a szakszervezetek nevében és az MSZP nevében, de szerintem az egész ellenzék nevében kéretem, hogy júniusban nyissák meg ezt. Azt tudjuk, hogy ez mennyi diákot érintene egyébként? Nem tudom pontosan. Ugye itt mindig van egy mennyiség, hogy mennyien jelentkeznek be érettségire, azt, hogy mennyien mennek el, és ugye az is különbség, hogy mennyien érettségiznek le, és azt, hogy mennyien mennek tovább, és mennyi embert vesznek fel. A pontos számok az érettségi végén fognak kiderülni, amikor ezeket közzé teszik. Na, ha már oktatás, akkor a középiskoláktól egy kicsit ugorjunk az egyetemekig, mert hogy épp csak megtörtént az, hogy már csak 5 állami egyetem maradt Magyarországon az alapítványi modellváltás után, de már egy tegnapi interjúban Stumpf István arról beszélt, hogy a műegyetemnél is működhetne a struktúraváltás. Ugye az ELTE, a Műegyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Zeneakadémia és a Képzőművészeti Egyetem maradt állami tulajdonban. Ha valahol ezt felvetik, akkor általában ez megvalósul. Persze, igen. Mit gondolnak most a modellváltáson? Mert azért azt lehet hallani, hogy időt kell adni ezeknek a struktúráknak, mert lehet, hogy működni fog. Na ez az, hogy egyébként nem adott a kormány időt, és ez nem is szakmai alapon dől el. Tehát egyrészt a Corvinusnál vezették be először ezt a modellt, és azt mondták, ha majd ott beválik, akkor a többi egyetemnél is elgondolkodnak rajta. Eltelt 3,5 év, ez még nem elég idő arra, hogy kiderüljön egy felsőoktatási modellváltás. Na, amit modell
rendszerváltásnak hívnak, de szerintem ez egy fedősztori. Olyan, mintha egy egészséges egyetemi reformnak lennénk a részesei, miközben itt nem szakmai alapon születnek a döntések, hanem politikai alapon. Olyan kuratóriumot hoznak létre, és mentenek át vagyonelemeket és minden mást, amely kuratóriumhoz nem lehet senkinek utána a következő kormánynak vagy kormányoknak hozzányúlni. Szóval itt nem arról van szó, hogy egy jó egyetemi reformrendszert kezdenének el, amire szükség lett volna a minőség változása miatt, mert az expanzió, tehát hogy sokan járjanak egyetemre, ez megvalósult, ez egy nagy adósság volt a rendszerváltás óta, hiszen amikor rendszert váltott Magyarország, olyan országokkal voltunk egy szinten a felsőoktatási hallgatók létszámát illetően, mint mondjuk Albánia, nagyon alacsony volt. Jogos igény volt jobb és baloldali kormányok részéről, hogy ezt megnöveljük. Utána most már a minőségre kellene koncentrálni, de hát most nem arról van szó, hanem arról, hogy a Fidesz nem engedi, hogyha le is váltják őket, le is tudjuk váltani 22-ben őket, akkor ne tudjon érvényesülni egy új kormánynak az oktatáspolitikája. Hát ugye ez azon múlik, ha kétharmada győzne mondjuk egy új kormány, akkor ezt egy mozdulattal azért vissza tudják állítani. Akkor igen. De addig is ugye alkotmánybírósághoz fordultak az ellenzéki pártok ebben az ügyben. Mire számítanak ettől az összetételő alkotmánybíróságtól? Ezt nagyon sokan megkérdezik, hogy ez inkább egy ilyen pótcselekvésnek tűnik azért, nem? Valójában nem pótcselekvés, mert hibát követne az ellenzék, hogyha még egy ilyen állampárti viszonyrendszerben is, amiben élünk, ahol minden olyan intézmény élére fideszeseket és embereket tettek, amelynek az állam és a hatalom, a mindenkori hatalom kontrollját kellene elvégeznie, ha nem használnánk ki minden lehetőséget. Ugyanakkor én is azt gondolom, amit ön is sugalt, hogy valójában a kormányváltást tud ezen változtatni, úgyhogy itt is csak biztatni tudok mindenkit, hogy majd az következő előválasztáson és utána a rendes választáson az ellenzék és demokratikus szavazók, ahányan csak vannak, mindenki menjen el, és nem maradhat senki sem otthon. Előválasztás. Pont ezzel akartam folytatni. Ugye egyre mással jelentik be a jelölteket, viszont látszik egy érdekes mozgás, hogy miután a Jobbik elnöke Jaka Péter miniszterelnök jelöltje egyben bejelentette, hogy ön fogja támogatni a 15-ös budapesti körzetben. Ez a 18. kerület. Ez a 18. Csak kerület. Igen, nem ugyanazok keverik, a számok. Igen. Másnap pedig ön bejelentette, hogy a Kálló Gergelyt fogja egy vidéki körzetben a Jobbik jelöltjét támogatni. Egyrésztről ez nyilván, hogyha pozitív oldalról közelítjük meg, akkor azt látja a választó, hogy megállapodnak az ellenzéki pártok. Még a szófordulat is ugyanaz, amivel bejelentik, hogy nálunk van alkalmasabb jelölt, és akkor utána támogatják a másik párt jelöltjét. Másrésztről viszont úgy tűnik, hogy hát akkor most itt csak elbábozzák ezt az előválasztást, és valójában le vannak játszva ezek a meccsek. Semmiképpen sincs elbábozva. Szerintem az lenne a hiba, és akkor lennének szomorúak a választók, hogyha ez a hat párt megegyezett, és ennek ellenére nem látnák azt, hogy további megegyezések születnek. Ugyanakkor látni fogják a választók, hogy lesznek csatatérkörzetek, ahol az MSZP párbeszéd is csatában áll majd a Jobbikkal. Tehát 106 egyéni választókörzetben megcsinálni az előválasztást, az egy hatalmas feladat és hatalmas vállalkozás. Ha belegondolnak a választók, hogy legutóbb Budapesten 70 ezer ember vett részt, ami egy csodálatos dolog, azért ezt országos szintre lefordítani, az egy egészen nagy logisztikát, technikai logisztikát, költségvetést, humán erőforrást igénylő dolog, megmozdítani ilyen sok választót, de aki mer, az nyer. Spórolás kérdése is, nem, hogy egyszerűen nincs annyi jó emberük. Nem, ezzel csak azt akartam sugalni, hogy ez egy nagyon nagy vállalkozás. Minden pártnak megvan a 106 körzetben a jelöltje, de maguk a jelöltek is bemondták azt az igényt, hogyha van olyan, aki abban a körzetben, mondjuk az én esetemben inkumbens jelöltnek tartanak, aki már legutóbb is, amikor a Fidesz kétharmadot nyert, akkor is tudtam nyerni, azt mondta a Jobbik jelöltje, és azt mondta a Jobbik, hogy mi Ágnes támogatjuk, mert ott ő a legjobb, és neki van a legnagyobb esélye. Lesznek olyan körzetek, ahol azt mondja a Jobbik, hogy itt van egy nagyon jó MSZP párbeszéd jelölt, van egy nagyon jó Jobbik jelölt. Ott van például Zugló, vagy ott van például Csepel. Ezt mondom, hogy lesznek csatatérkörzetek. Jelölt, mégis ráindulnak. Ezt mondom, hogy lesz ilyen is, meg olyan is. De az egy teljesen természetes dolog, hogy egyébként a megállapodások megkötődnek már menet közben. Lesznek megállapodások más pártokkal is, és lesznek csatatérkörzetek, és lesz természetesen most már azzal, hogy még egy jelölttel több van a miniszterelnök jelöltek sorában. Ez azt jelenti, hogy ami igazán nagy és érdeklődésre számot tartó lesz, és izgalmas, amit én nagyon várok, az a miniszterelnök jelölteknek lesz a kiválasztása. Tehát azt tudják a választók, vagy tudniuk kell, hogy szeptemberben az előválasztás két
Párhuzamosan két dolog fog történni, a miniszterelnök jelölt első fordulóról, és az egyéni körzetekben lévő jelöltekről is fognak egyszerre szavazni. Ha már egy feldobta a labdát, ebben nagy lemaradásuk van, mert ugye már csak az MSZP-nek meg a Párbeszédnek nincs meg a miniszterelnök jelölt. Ha mindenki várja, hogy Karácsony Gergely vajon mire vár? Én nem gondolom, hogy lemaradás van, hiszen még egy egész év van a választásokig. Ilyen csak, hogy csúszik lefelé a népszerűségi listákban ezzel a hezitálással. Ez tud változni. Pont ezek nem statikus dolgok. Pont ahogy a kutatók is elmondják, a mértékadó közvéleménykutatók, hogy valaki mondjuk messzebbről indult, például Jakab Péter, és milyen szépen jön fel például. És mennyire aztán lehet, hogy lehajrázza mondjuk Karácsony Gergely. Aztán lehet, hogy bejelentkezik Karácsony Gergely, amit mi természetesen nagyon szeretnénk, és véleményem szerint Gergely ezt már rég eldöntötte, de nem mindegy, hogy az ország főpolgármestere mikor mit csinál. Egy pandémiás helyzet kellős közepén vagyunk. Egyrészt meg kell adni a tiszteletet neki, hogy ő abban a pillanatban, amikor a legjobbnak gondolja, előálljon a választók elé. Ebben a pártok már elvégezték a feladatukat. Mi elmondtuk önöknek, a választóknak is, hogy kit szeretnénk. A Párbeszéd is, tehát, és már az LMP is jelezte, hogy kit tartana szívesen, kit tart a legalkalmasabbnak a jelöltek közül. Mindhárman őt. Így és van. Ugye a pandémia is szerencsére csökken, a nyitás itt van, májusban bejelenti? Ez meg fog történni, engedje meg, hogy ez Karácsony Gergelynek legyen a döntése, és a Karácsony Gergelynek legyen a lépése. Ez köszönöm. Így tisztességes és így becsületes. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.